ugye a mai napra itt az utcára meghirdettünk egy bejelentést, és ez a bejelentés fog most majd következni. Azért az utcát választottuk erre, mert ugye minket az utcáról ismernek az emberek, és át is adom a szót Szepesi Zsoltnak, az Összefogáspárt elnökének. Üdvözlök mindenkit nagy szeretettel! Én azt gondolom, hogy egy fontos állomáshoz érkeztünk el a mai nappal, de először is, mielőtt rátérnék a mai napra, elmondanék egy mai személyes élményemet. Ma reggel Nagykálóba kezdtem, ahol megakadályoztunk, hogy egy két kisgyerekkel rendelkező családot az utcára tegyenek. Én azt gondolom, nagyon megindító volt látni azt, hogy egy fiatal családot csak azért, mert tartoznak, azért kiraktak volna télvíz idején az utcára, úgy, hogy semmilyen ellátásról, semmiről nem gondoskodtak volna számukra, de azt megígérték nekik, hogy ha hajléktalanok, akkor még a gyerekeiket is elveszik tőlük. Én azt gondolom, ez kegyetlenség, ez annyira primitív és erőszakos dolog, mint amit mondjuk utoljára a középkorban, hogy az embereket égették meg és boszorkányokat üldöztek. Egy 21. század Magyarországán ezt be kell fejezni. Ki kell találni azt a megoldást, hogy egy kultúrált, intelligens országban hogy lehet megakadályozni emberek hajléktalanná tételét, mert ennek nincs értelme. A bankok a visszakapott lakást nem tudják értékesíteni, mert a magyar ingatlanpiac nyomott. Ha hirtelen elkezdik értékesíteni, akkor tönkre fog menni a magyar építőipar, ami talán még tudna embereknek munkát biztosítani. Illetve ha kirakják a családokat az utcáról, akkor ezek a családok szétesnek, állami támogatásra, ellátórendszerre, szociális ellátórendszerre fognak szorulni, ez pedig mind nekünk, újból adófizetőknek pénz, és aki ebben a dologban jól jár, az talán a bank, tehát ezt az országot nem bankok alkotják, hanem emberek, méghozzá magyar emberek, és nekünk őket kell védeni. Ma reggel, amikor elmentünk ez a családhoz, láttam a szemükbe azt a kétségbeesést. Láttam a férfi emberen, hogy mennyire zavarban van, hogy férfi létére nem tudja megvédeni a családját. Láttam az asszonyon azt a kétségbeesést, hogy mi lesz most a gyerekekkel, hova fogják vinni, és láttam azt a kis másfél éves gyereket, aki önfeledten mosolyogva szaladgált, és nem tudta, hogy ez a sok bácsi miért van ott, de ez a sok bácsi ma ő érte volt ott, mert ha idősebb lesz, rá fog jönni. De reméljük, hogy amire ő felnő, ezek az intézkedések ebbe az országba el fognak tűnni. Meg kell találni azt a jogi megoldást, hogy hogy lehet az embereket a lakásaikba tartani. Én azt gondolom, hogy semmilyen anyagi tartozás miatt embert utcára tenni nem lehet, mert ettől kegyetlenebb dolgot emberrel nem lehet tenni. És most visszatérek akkor a mai jövetelünk céljára. Ugye a Lászlóval és mozgalmával nagyon régóta ismerjük egymást, tehát elég intenzíven figyeltük egymást figyelemmel, és elmentem több rendezvényre, és közösen arra az álláspontra jutottunk, hogy csak az utcán és csak önmagában nem lehet képviselni azokat az embereket, akiket a különböző hitelcsapdában, akik különböző hitelcsapdába kerültek és emiatt veszélybe kerültek. Igenis, be kell jutnunk a parlamentbe, mert csak a parlamentből lehet azokat a törvényeket meghozni, amik meg fogják védeni az embereket, amik az otthonaikba tartják ezeket az embereket, és amik olyan törvényeket fognak hozni, hogy ne lehessen többé ilyen gyalázatos bankhitelekkel, ilyen környönfont szerződésekkel embereket kifosztani a házukból. Ugye erre a mostani parlament is képes lehetne, de az a baj, hogy azok az emberek, akik ott ülnek, azok nem érezték át, amit az a több százezer ember, akik kilakoltatás veszélye fenyeget, vagy már kilakoltattak, akik most a parlamentben ülnek, jó fizetéssel vannak ott, távol vannak a társadalmi problémáktól, nincsenek napi kapcsolatban az emberekkel, majd választások előtt szerintem ilyen februártól elkezdenek megint kirajzani, és megpróbálják megkeresni a választóikat, és majd ígérnek megint fűtfát, ha pedig megszavazzák őket újra, akkor 4 évig megint nem fognak senkivel foglalkozni. Én azt gondolom, hogy ebből is elég volt többek között. De az emberek is kezdenek rájönni arra, hogy nekik nem jó egyik oldal se. Ebben az országban nincs szükség se jobb oldalra, se bal oldalra. Egy emberközpontú, probléma megoldó pártra van szükség, akik tényleg a magyar emberekkel, a hétköznapi emberek problémáival foglalkoznak, nem politikai ideológiák mentén, hanem problémák mentén. Az az ember, aki éhes, vagy akinek nincs problémája, őt nem az ideológiák fogják érdekelni, nem azzal fog foglalkozni, hogy jobboldali vagy baloldali politikus teszi tönkre az ő életét neki. Az a fontos egyedül,
hogy tudja eltartani a családját, ne azon kellesen döntenie hónap közben, hogy mondjuk cipőt vesz a gyereknek, vagy villanyszámlát fizet. Tehát nekünk a hétköznapi problémákat kell megoldani a hétköznapi emberek számára, és közöttük járva, nem a politika magaslatából, néha-néha leköszönni az emberekre. Ezért pedig egyetlen egy lehetőségünk van, ha végre olyan politikai erőt juttatunk be a Magyar Országgyűlésbe, akik azokat az embereket tudják képviselni, akik közül származnak. És ezért tartjuk nagyon fontosnak, hogy az összefogáspárt gesztus értékkel is, de a devizahitelesek vezetőinek rendelkezésére bocsájt a listáján egy harmadik helyet, ami azt jelenti, hogy az összefogáspárt listán bejut a parlamentbe, akkor a devizásoknak biztosan lesz egy képviselőjük, aki őket fogja tudni képviselni. Egyik magyarországi párt se tett még ilyen gesztust, hogy a hitelesek vezetőit, a hiteleseket bejutassa a parlamentbe. Mindegyik meg fog ígérni mindent, jönnek a választások, a devizások fel fognak értékelődni, ígéreteket fognak kapni, és a választások után pedig megint nem fog történni semmi. Ugye most november 1-jére ígértek döntéseket, mi történt? Semmi. A devizásokat egyébként meglátásuk szerint az a népszavazási kezdeményezés fogja megmenteni, illetve más hiteleseket is, amiket múlt héten adtunk be a Nemzeti Választási Irodához, és amiben többek között azt kértük, hogy ebbe az országban senkit ne lehessen kilakoltatni. Én azt gondolom, hogy ha ez népszavazás kiírásra kerül, akkor földrengés típusú erővel fognak az emberek ezzel élni, és a saját sorsukat kezükbe véve hozzák meg azokat a döntéseket, illetve teszik oda az igent arra, hogy a parlament meghozza azt a döntést, hogy szűnje meg a kilakoltatás intézménye Magyarországon. De ehhez nekünk nagyon erős parlamenti képviseletre lesz szükségünk. Ez a nap erről szól, hogy a mai napon hivatalosan itt az utcán jelentjük be, hogy a devizásokkal, otthonvédőkkel, és akik ez a szervezethez csatlakoztak, a Laci nevében egy megállapodást kötünk, kezet nyújtunk egymásnak, biztosítjuk a helyet, hogy a parlamentben képviseltetve legyen, és utána pedig az embereken múlik az, hogy most már majd a Lacit, illetve az ő baráti köreit kell kellőképpen arra kapacitálni, hogy képviseljék őket kellőképpen. Tehát én most meg is köszönöm a lehetőséget, hogy ezt elmondhattam. Gesztus szerűen most kezet fogok a Laci valami számomra ezt a dolgot eldönti és megpecsételi, hogy a 2014-es választásokon mindenképpen együtt fogunk indulni. Ez vonatkozik a parlamenti választásokra, az EP választásokra és az önkormányzati választásokra. Tehát mi erre kötünk itt most megállapodást. Uram, köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget. Igen, ma nem ettől lesz történelmi feltétlen a nap, ettől a pillanattól, hanem a délelőttitől. Ugye volt egy Budapesten egy kilakoltatás megakadályozása, ahol otthonvédő civil szervezetek nem engedték a 90 éves nénit kitenni az utcára. És volt egy másik is, ami különleges volt. Én nem tudok arról, hogy eddig egyetlen párt is odament egy családhoz, és akár fizikai erővel is, de megkívánta akadályozni, hogy ők az utcára kerülnek. Ma délelőtt az összefogás párt elment Nagykállóba. Épp az imént beszéltem a tulajdonossal, aki külön megköszönte az erőfeszítéseket. És ami még különlegesebb, az összefogás párt oda ment több emberrel, és több otthonvédő civil szervezet is, például a debreceni koppánycsoport is több emberrel oda ment a helyszínre, és nem volt más választás, mint ezt a családot bent hagyni a lakásába, és nagyon örülnek, köszönik, jól vannak, és ma este ők otthon fognak aludni, és bízom benne, hogy ez így marad mindig. Ugye itt az utcán jelentettük be, ezt már mondtam, azért, mert mi az utcán mutattuk meg magunkat, az utcán harcolunk az emberek jogaiért, és gyakorlatilag alig több mint egy éve kezdtünk bele a harcunkba, alig több mint egy éve futottunk neki annak, hogy embereket azáltal, hogy kifosztják, ne lehessen utcára tenni, ne lehessen egy becsapás által megfosztani a jövedelmüktől, a gyerekeiktől, vagy akár a jövőjüktől, és nagyon sok embert már az életétől is megfosztottak, és mi akkor azt mondtuk, hogy ez elég. Elkezdtünk demonstrációkra járni, és a feleségem nagyon precízen vezeti ezt a történetet. Az idei évben ez a mai pont a 40. demonstráció, amin részt veszünk. Ezt nem mind mi szerveztük,
de minden olyan helyen ott vagyunk, ahol történik valami. És ez a 40, hogy ilyen sokan részt vettünk, valamit meg kell, hogy mutasson. Egész végig azért küzdöttünk, hogy még több és még több ember jöjjön ki, kimerje mondani azt, hogy neki elege van, kimerje mondani azt, hogy ő mit szeretne, és valamiért ez az átütő tömeg nem jött ki. A mai napon, hogy itt voltunk, azt láttuk, hogy rengeteg ember idejött hozzánk, hogy hol kell aláírni. Látta csak a transzparenseket és a kiírásokat, és már ebből azt mondta, hogy ő ezzel egyetért, ő ezt úgy szeretné kifejezni, hogy aláírja. Ma itt nem volt aláírni való, de valamit mindenképpen megerősített, hogy az emberek sokkal szívesebben támogatnak valamit egy aláírással, talán egy X-el is, mint hogy ők maguk oda jöjjenek, és küzdjenek, és akár éjszakákat töltsenek kinn az utcán, vagy éhezzenek egy politikus házánál, vagy betörjenek egy bankirakatot, vagy bármi egyebet megtegyenek. Tehát úgy látszik, hogy a magyar emberek jelen pillanatban ezt igénylik, elmenni választani, hátulról aláírásokkal támogatni egy eszmét, vagy egy gondolatot. Hát hogyha ez kell az embereknek, akkor hosszas döntések után arra jutottunk, hogy akkor adjuk ezt meg az embereknek egy lehetőségként, és nem egyetlen lehetőségként, hiszen az a tervünk, hogy az utcát ugyanúgy folytatjuk, a demonstrációkat, a figyelemfelkeltő megmozdulásokat, és ugyanezt megtesszük bent a parlamentben is. Győzni jöttünk ide, vagy erre az útra, tehát mindenképpen az a célunk, hogy bejussunk, hiszen mi a szösznek költenénk el ennyi időt, biztosan tudjátok, hogy amit elhatározok, azért teljes erőmmel fogok küzdeni, és mindent megteszek azért, hogy az sikeres is legyen. És az a célunk, hogy az utcát bevigyük a parlamentbe, az utcai embereknek a gondolatait, kéréseit, javaslatait odavigyük, és a döntéseket pedig kihozzuk, és átadjuk az embereknek a döntés lehetőségét. Ők mondják meg, hogy mire szavazzunk, mire mondjunk igent, és mire mondjunk nemet. Erre Zsoltnak van egy nagyon komoly elképzelése, ami nekem nagyon tetszett. Erről majd később nagyon sokat fogtok még hallani, hogy hogyan is gondolja azt el. Elvárása, hogy rendszeresen találkozzunk a választókkal. Rendszeresen, ott, ahol ők vannak. Ne nekik kelljen odajönni és sztrájkolni a házunkhoz, ha nem tetszik valami, hanem menjünk oda hozzájuk, és kérdezzük meg, hogy mit szeretnének, mi lenne nekik a jó, mivel nem értenek egyet, hogy képzelik el az életüket. Hát ezért vagyunk most is itt az utcán, és ezért leszünk nagyon sokszor, és ezeket az akciókat fogjuk folytatni a továbbiakban is. Nagyon sok munka lesz a következő pár hónapban, hiszen ahogy belenéztem ebbe a dologba, nem egy egyszerű dolog oda bejutni, nem nagyon hívnak, sőt nagyon nem szeretnék, ha oda mennénk, mert tudják, hogy itt bizony akkor komoly változások lesznek, de ha megtesszük ezt a sok munkát, és erre elég sok támogatót kapunk, és az embereknek tetszik ez a kiállás, ez a fajta kompromisszumok nélküli hozzáállás a dologhoz, mert hogy ezt tudom ígérni, ha valaki azért akar beküldeni engem, hogy bólogassak, vagy azért, hogy kompromisszumokat kössek, akkor az csalódni fog, mert azért én nem megyek be. Én, hogyha oda bejutok, azért megyek be, hogy kőkeményen képviseljem azokat az embereket, akik oda küldtek, és az legyen, amit ők szeretnének. Köszönöm szépen, 2014-ben bejutunk a parlamentbe, ha ti is úgy akarjátok. Én nagyon köszönöm Lacinak a mondatait, szívemből valók. A parlamentbe tényleg azért kell bekerülni, hogy az emberekért dolgozzunk. A képviselő a nevében is benne van, képviseletet lát el. Hitem szerint egy országgyűlési képviselőnek az a feladat, hogy az embereket támogassa, az emberek érdekeit képviselje, és ne a saját pártjának vagy a saját frakciójának az érdekeit az emberekkel szembe. Egy képviselőnek gombot akkor van joga nyomni, ha a választóit előtte megkérdezte, mert mégiscsak róluk dönt. Ma sajnos úgy működik, hogy bekerül egy képviselő a parlamentbe, és 4 évig nem kell a választóival foglalkoznia. Egyszer se fordul elő, hogy kimegy közéjük, megkérdezi, hogy mire szavazzon, milyen gombot nyomjon. Amit a frakció mond, ő azt csinálja. Nekünk nem ilyen képviselőkre van szükség, és mi nem ilyen képviselők akarunk lenni. Én annak idején polgármesterként is mindig kiálltam az emberekért, és az emberek érdekét néztem, akár még az önkormányzatommal szemben is. És sokszor mondták nekem, hogy miért nem az önkormányzatot képviselem, és a válaszom nagyon egyszerű volt, azért, mert engem az emberek választottak meg polgármesternek. Tehát képviselőnek sem a parlament válaszza meg az embereket, vagy nem is a kormány válaszza meg az embereket képviselőnek, hanem a nép. Éppen ezért egy képviselőnek
sohasem a kormányt, a parlamentet kell szolgálnia, hanem a népét, a saját választóit. És az összefogásba ezért hiszek, hogy egy jó dolgot fogunk tudni csinálni. Én látom az emberek lelkesedését, látom azt, hogy fantasztikus a hangulat, de azt is látom, hogy félnek az emberek. Sokkal bátrabbak akkor, hogyha négy szem közt kell beszélni egy problémáról, mint hogyha kimernének állni, de ha így működik, akkor nekünk így kell megvívni ezt a harcot. A szavazófülkék magányában az emberek sok mindenről dönthetnek, és az ottani döntésüket már senki nem tudja befolyásolni. Az, hogy az az 1x, az hova fog kerülni, vagy az a 2x hova fog kerülni, az csak azt fogja látni, aki azt húzza, és ő pedig lelkismerete szerint fog dönteni, mindenféle pressziók nélkül. Én hiszek az összefogás erejébe, hiszek abban, hogy az embereket képviselni kell, és ez szerint fogunk eljárni a jövőben. Most nagyon szépen megköszönöm, hogy itt lehettem, és meghívtak erre a rendezvényre. Köszönöm, hogy a megállapodásunk meg tudott születni, de nekem sajnos most tovább kell menjek. Köszöntök mindenkit, üdvözlettel!